Több mint egy hét eltelt már azóta, hogy elkezdődött az új tanév. A diákok egy része örül, másik része nem annyira, de az tény, hogy az iskolák megteltek élettel, az osztálytermeket elárasztották a diákok és a pedagógusok. Azt már megszokhattuk, hogy időről időre különböző újításokat vezet be a közoktatás területén a szaktárca, és ez alól az idei tanévkezdés sem volt kivétel. Hogy melyek a legfontosabbak, arról az egyik Marosvásárhelyi Általános Iskola igazgatójával, Körtesi Sándorral beszélgetünk. Köszöntöm a mozaikban. Jó napot kívánok, üdvözlöm a tévénézőket. Az idei tanévben egyértelműen a büntetőszoba bevezetése váltotta ki a legnagyobb sajtóvízhangot. Volt, aki egyetért a büntetőszoba bevezetésével, volt, aki ellenzi ezt. Tanintézmény vezetőjeként ön támogatja-e a büntetőszoba működtetését, és hogyan működik ez egyáltalán a gyakorlatban? Bevallom őszintén, amikor először találkoztam ezzel a fogalommal, amikor megjelent a szabályzatban, akkor egy kicsit meglepődtem, hogy eléggé erősen hangzott ez a szó, hogy büntetőszoba és mai napig sem tudtam meg, megbarátkozni ezzel, a, ezzel az elnevezésével. Éppen ezért iskolán belül mi már azon ügyködünk, hogyha létrehozzuk, és már pedig létre fogjuk hozni, akkor más nevet adunk neki, mert ez így, ez így nagyon nem tetszik, mert nem büntetni szeretnénk, hanem javítani a gyereknek a, a maga magaviseletén. Um, valójában megoszt, tényleg mindenkit megoszt ez a, ez a kitalálmány. Uh, nálunk uh, valójában első, lépé, első perctől kezdve megpróbáltuk kidolgozni az erre vonatkozó procedúrát, az erre vonatkozó uh, belső törvényt, hogy ki juthat büntetőszobába, mikor juthat oda, mit kell ott tegyen, és jó úton haladunk, hogy ezt gyakorlatba is ültessük. Mikor dönthet amúgy úgy egy pedagógus, hogy a büntetőszobába küldi a diákot, használjuk továbbra is a büntetőszoba kifejezést? Ez valójában pedagógustól függ, ugye? Mert hogy emberek vagyunk, és más az inger küszöbünk, és másképp látjuk a világot. Gondolom mindannyian gyerekkorunkra visszatekintve ismertünk sokkal szigorúbb tanárokat és kevésbé szigorúbb tanárokat. Nincs erre egy procedúra, tehát nincs erre egy javaslat, hogy mi az a, a limit, mi az a határ, ahol egy, ta, egy, egy tanár kiküldheti a tanulót a büntetőszobába. Ezt minden tanár maga kell. És fogja eldönteni. Így valószínűleg lesznek olyan esetek, amikor az első felszólalásnál, nem kért felszólalásnál egy gyerek már a büntetőszobában fog kikötni, de lehet, hogy lesznek olyan pedagógusok, akik tényleg az utolsó cseppet is megvárják a pohárban, és csak akkor küldik a gyereket oda. Amúgy, mi történik majd a büntetőszobában? Ki foglalkozik ott a csintalankodó diákokkal például? Igen, ezt a részt is részben leszögezte a minisztérium, de részben ránk hagyták, hogy ezt hogyan is ültetjük életbe. A büntető szoba, kezdjem azzal, hogy nekünk városi iskolának szerencsénk van, mert hogy lesz pedagógus, aki ott fogadja majd a csintalankodó gyereket. Vidéken ez, ez el sem tudom képzelni, hogy ezt hogyan tudnák megvalósítani. Kidolgoztunk már egy helyettesítő tervet, vagyis egy ilyen szolgálatos tervet. Konkrétan megnéztük az órarend szerint, hogy hétfőtől péntekig, nyolctól háromig mikor melyik pedagógus szabad, vagy hogyha éppen nincsen egy pedagógus sem, sem, aki szabad, akkor a kisegítő személyzet is besegíthet a büntetőszobában levő diák felügyelésében, ezt előírja a törvény is. És akkor már egy ilyen órarendünk létezik. Na most már, hogyha bekerül oda a diák, akkor. Onnantól hogyan tovább. És erre is ki kell dolgozunk egy, egy, egy procedúrát, egy egy elképzelést. És az elképzelésünk az, hogy minden tanár, legyen az földrajz, német, román, magyar, akármicsoda, már előre kell rendelkezzen a portfóliójában egy olyan anyaggal, tananyaggal, vagy teszt tömeggel, vagy bármivel, amit szükség esetén a diáknak oda tud adni, hogy azzal foglalkozzon a büntetőszobában. Mert hogy Egyelőre nagyon sok olyan diák van, aki a büntetőszobát egyfajta lazítószobának képzeli el, mm -hmm. és reménykedik titokban, hogy hogyha oda majd egy, egy, egy nehezebb óráról kikerül és bekerül oda a büntetőszobába, akkor ott majd elterik valahogy az az 50 perc, és mehet vígan tovább, annélkül, hogy ott beírhatták volna a hiányzónak, mert nem szabad beírni hiányzónak, egyedül a tananyagot kell bepótolnia. Na, és akkor ezt úgy képzeljük el, hogy a diák megkapja azt a bizonyos utasítást, hogy miből kell dolgozzon, lehet az egyszerűen olvasás, lektorálás, lehet az egy feladatlap, egy tesztlapnak az elvégzése, és akkor kap írásbeli figyelmeztetést a diák a büntetőszobába kerülés után, hogyha nem követte az utasításokat, amit ő a büntetőszobában el kell végezzen. Ha elvégezte, megvan a feladatlap, megvan az olvasás, akkor egy büntetőszobában eltöltött óráról beszélünk, és semmi többről. Megúszza akkor. Megúszza, igen, és ő is jól jár, meg a tanár is jól jár. Több csintalan diák egy helyen amúgy nagyobb erőt jelenthet akár. Milyen eszközei, lehetőségei vannak a pedagógusoknak, akik éppen ott vannak a büntetőszobában, és felügyelik ezeket a diákokat, gyerekeket, hogy kordában tartsák őket, hogy ne legyen még nagyobb baj belőle. Ki kell emelnem azt, hogy a törvénytervezet, és a törvény azt is előírja, hogy a... Ezek a büntetőszobák kamerával, megfigyelő kamerával ellátott helyek kell legyenek, úgyhogy biztosítanunk kellett azt, hogy egy olyan tanteremről beszélünk, ahol ez megvalósulhat. Így a tanárnak van egy bizonyos fokú biztonsága, hogy ha bármi is történik, akkor a kameraképek bizonyítják, hogy hogyan is történt az egész. De én lehet, hogy naívnak tűnök, de én bízom benne, hogyha tényleg minden tanár követi azt az előírást, hogy a büntetőszobába nem csak egy mint egy hogy mondják, csomagmegőrző szobába beköli azt a diákot, hanem küld vele tananyagot is, amivel kell az a diák foglalkozzon, akár egyszerre öt diák, akkor, akkor le lehet kötni a diákoknak a figyelmét, 50 persze is. Persze vannak különleges esetek, ahol nagyon izgálga és nagyon, fegyelmi, nagyon nagy fegyelmi gondokkal rendelkező diákokról beszélünk, de hát az ők helyzetüket a büntető szóba sem fogja megoldani. A büntetéseknél maradva az iskolai szerződésbe bekerült az is, hogy a szülők kötelesek részt venni a szülői értekezleteken, és meg annyi más is amúgy emellett. De elképzelhető, hogy a szülő nem tud részt venni a szülői értekezleten, ettől függetlenül büntetést is előírnak esetében. Milyen büntetésekről beszélhetünk, és hogyan lehet túllépni azon, hogyha valóban a szülő meg tudja indokolni, hogy ő nem tud részt venni ezen a szülői értekezleten, hogy akkor ne kelljen kötelező módon részt vegyen. Hmm. Igen, gyakran találkozunk hasonló helyzetekkel, Legtöbbször inkább munkahelyi okok miatt nem tud a szülő részt venni, de azért vannak ugye olyan szülők is, akik nem szeretnek járni, vagy pedig hanyagolják ezeket a szülőértekezleteket. Büntetés igazából csak a, a súlyosabb esetekben szabható ki a szülőkre. A súlyosabb esetek alatt azt értem, hogyha tényleg többször előfordul, hogy egy szülő nem jelenik meg szülő értekezleten. És ebben az esetben sem az iskola büntet, mert az iskola nem egy, egy szerv, hanem az iskola kell jelezze ezt a gyerekvédelemnél, és kell jelezze ezt a különböző szerveknél, amelyek ugye a gyerekek jogaival foglalkozik, és abban az esetben ezek a szervek szabhatnak ki büntetést a szülőkre, akár közmunkát is. Én nem tudok konkrétan ilyen, konkrét ilyen helyzetről, amikor ez megtörtént volna, de a törvényben ez benne van. Na de nem kell elvonatkoztassunk attól a helyzettől sem, hogy nem csak a szülő értekezleten köteles a szülő megjelenni, hanem a szülőnek a szerződés alapján kötelessége lenne, havonta legalább egyszer felvenni a tanítónővel, ovonővel vagy osztályfőnökkel a kapcsolatot, azért, hogy a diák a gyerekének a tanulmányi előremeneteléről érdeklődhessen, és különböző gyerekkel kapcsolatos dolgokról információkat tudhasson meg. Ezt nagyon sokan nem tudják, hogy ez kötelességük, éppen ezért látom fontosnak, hogy a szülőértekezleten erre is felhívni a szülők figyelmét. És visszatérve még egy persze a szülőértekezletre, nem muszáj a szülő részt vegyen. Tehát nálunk például mi elfogadhatónak tartjuk azt is, hogy ha sem apuka, sem anyuka nem tud részt venni, jöhet nagyszülő, jöhet nagy testvér, aki természetesen betöltötte már a 18. életévét. Tehát nem az a fontos, hogy konkrétan anyuka jelenjen meg ott, hanem valaki olyan, aki majd tudatni tudja a családdal, hogy mi történt, hogy mire kell odafigyeljenek, és egy, egy felelősségteljes személy kell kellett legyen. Egy másik nagyon fontos téma, amelyről nagyon sok szó esik ezekben a napokban, az a mobiltelefonok használatának az engedélyezése vagy tiltása. Nagyon kevés időnk maradt még a beszélgetésre, úgyhogy igazgatóként, igazgatóként kérdezném, hogy hogyan vélekedik ebben a témában, ön engedélyeznie a mobiltelefonok használatát az iskolában. Ellenmondásos helyzet alakul ki, mert ugye egyre jobban digitalizálódik az oktatás, viszont a mobiltelefonokat mi már jó pár éve betiltottuk. Eddig pár évig úgy volt, hogy csak az órákon volt szigorúan tilos használatuk, de már tavaly óta szigorúan a szünetekben való használata is, úgyhogy a mi iskolánkban a diákok nem lepődtek meg az idén, mert hogy semmi újdonság nem érte őket. Én jó dolognak tartom a telefonok teljes eltiltását, mert hogy a telefon jelenléte akár az órák ideje alatt, akár a szünetekben elvonja a diákok figyelmét. Viccesen emlékezem vissza az első szünetre, amikor a diákok úgy mentek ki szünetre, hogy nem lehetett náluk a telefon. Hát egyfajta zombi diákokat láttunk, akik néztek maguk elé, és nem tudták, hogy mit kezdjenek, nem tudták, hogy mit kezdjenek magukkal. Aztán pedig észrevették, hogy vannak körülöttük még más gyerekek is, és elkezdtek szocializálódni. Természetesen a tanügy, vagyis a legtöbb iskola lehetőséget ad arra, hogyha telefonra lenne szükség értsük itt a különböző oktatási segédanyagokat, akkor az iskola rendelkezésére tudjon adni a tanárnak akár 20 valamennyi táblagépet, amely helyettesítheti a telefonokat, és akkor nincs az, hogy muszáj nálam legyen a telefon, mert hanem nem tudok tesztet oldani, vagy, vagy kvízen részt venni. És végezetül kérem egy-két mondatban, nagyon röviden, mondjon egy álláspontot, egy véleményt az egyenruhák általános visszavezetéséről is. Egyenruha párti vagyok, viszont egy alternatív egyenruha párti, az azt jelenti, hogy lehetőséget kell teremteni arra, hogy meg különböző típus egyenruhákból választhassanak a gyerekek. Fontosabbnak tartom inkább, hogy az iskola szellemiségét tükrözze az, az egyenruha, le legyen az az iskola logója, vagy legyen az az iskola stílusa, és ami a legnagyobb probléma az, hogy lehetőséget kell abban az esetben, hogyha kötelezővé tesszük, lehetőséget kell valahogy államilag vagy önkormányzatilag biztosítani azon szülők számára, akik nem engedhetik meg maguknak a legegyszerűbb ruhát sem. Reméljük, hogy meg annyi szervezési és működési kérdés mellett nem vészel a lényeg, azaz a minőségi oktatási folyamat biztosítása. Én ehhez kívánok önöknek nagyon jó munkát, a diákoknak pedig jó tanulást, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget.